Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és ejtsünk néhány szót a titánokról, és ezúttal be is mutatnám az egyik, talán a legkedvencebb titán összeállításomat eddig. Aki követte a kis Tantufo videómat, az már egyszer biztosan hallhatta, hogy én a titánnal azért nem fogom vissza magam, szóval, hogyha már megszereztem, beleülök, nem killstreak, úgyhogy nem kell agyon küzdeni magunkat, érte, jön az ingyen is. Úgyhogy nem szoktam magam visszafogni vele, rá megyek az úzásra, mert az móka, mert az élvezet, és nagyon igyekszem intenzíven, rámenősen, közel harcra vinni azt a bizonyos csatát. Nagyon jó játékot fogtok látni, kikaptunk a végére, de nem számít. A lényeg az, hogy az egy szemszögemből jól sikerült. Na, hát én megpróbáltam. Nem mondom azt, hogy mindig foglaltam, de most olyan titánozós kedvemben voltam, úgyhogy beszálltam a titánomba, úgyhogy nem igazán koncentráltam a pontokra. Ahol lehetett, ott igen, ahol nem, ott nem. Nos, de nem is az volt a lényeg, hanem az volt a lényeg, hogy szerettem volna bemutatni nektek az egyik kedvenc titánomat, és az igazság az, hogy ahogy észrevettem a kombinációkat, mert azért kombinálok, és ahogy észrevettem, minden játékfajtára lehet összeállítani egy titánt, egy tényleg arra specializálódott gyilkológépet, ami adott játékban neked kényelmes tud lenni, és bár hatféle titán lehet összerakni, de mégis számtalan kombináció van annak, ahogy te szeretsz játszani. Úgyhogy most jön az enyém, és aki netán kedvet kap, vagy aki úgy érzi, hogy hasonló kaliberű játékos, mint én, akkor annak lehet, hogy beválna ez a kis titán dolog. Úgyhogy most titán videó tip, title for videó tip 2.0, vagy na mindegy. Szóval igen, az ideális titán számomra a közelharcra, mint mondom, egy intenzív csatára, továbbá gyalogság effektív kiiktatására épületeken belül és önmagad körül re használható titán fajta és összeállítás. Számomra például az Atlas, tehát az Atlas nevű titán, mégpedig a gránát vetővel. Szóval, a diszkófények imádom. Szóval, berakok egy kis gránátvető fegyvert a titánra. Tudjátok, van az, ami három kis gránátot kilő egyszerre, ami a környéken van, az robban. Nos, mivel azzal nem lehet nagyot lőni, kénytelen vagy közel menni, és ezáltal zúzni az a bizonyos ellenféle. A poén az egészben, hogy ezt bizony még a shield-el sem tudott kivédeni, mivel ami lepattan a földre, és a shield alá bemegy, és gyakorlatilag nem tudják kivédeni. Csak akkor, hogyha azt a bizonyos fal páncélt használod, azzal fogsz nagyon effektíven védekezni eme gránátok ellen, de ha azt is fölé mögötte ellövöd, a partinak vége, és itt ez a pálya igen alkalmas erre, szűk ívek, és nem volt hova menekülni a többi titánnak, úgyhogy nagyon jó ki lehetett taktikázni, effektív, közelharci fegyver, nagyokat sebez, és az Atlas a következő, ugye, ami a speciális képessége az a magas sebzés, tehát hogyha a damage score-t bekapcsolod, akkor dupla annyi sebzel, és ezek aztán bizony robbannak, és mivel közelharcot folytatok, ezért beraktam a speckó fegyvernek a bizonyos rocket salvo-t, ami sorozatban lövi ki a rakétákat, és mivel közel vagyok, így aztán azok 100%-osan találnak. Na most úgy nézzétek, srácok, sajnos a Shadowplay valamiért megőrül időnként, és nem képes normálisan rögzíteni, de hát volt olyan játékom, ahol ezzel a technikával egy ogrét kiszedtem, tehát a legpáncélzottabb titánt kiszedtem az Atlasszal, bekapcsolva damage score minden, és sikerült legyűrni. Időnként ugye a gyalogságot, itt még nem jöttem rá, csak a játék vége felé, hogy lehet még effektíven kiszedni, nyílt terepen ugye elég esélytelen vagy, úgyhogy aztán később jöttem rá, hogy lehet effektíven gyalogságot
kiszedni. Ugye használhatod a rakétákat, abban nagyon biztos, hogy belehal, de az egyik legeffektívebb mód, kérlek szépen, ha nyílt terepen van, körbe lövöd magad ezekkel a gránátokkal, na ezzel jussál át, hogyha tudsz. És olyan három robban egyszerre masszív sebzést vagy. Épületen belül majd látni is fogjátok, esélytelen lesz az a bizonyos illető. Tehát ha jól betalálsz egy épületen belül, onnantól kezdve nem sok esélye van az ellenfélnek. Nos, ez lenne nekem az egyik legkedvencebb titán összeállítás, ha nagyon közel harcra, nagyon gyalogság kiszedésére épületekből, nagyon zúzni a titánnal, tehát nem az a Last Titan Standing című játékban, hogy megfontolt a távolról kell, bemérős rakét, nem, az nem, valahogy nem az én játék stílusom az a titánnal, mivel hogy ingyen adják, így aztán nem számít semmi, belemegyek a csatákba, az az igazi élvezet, a zúzda, a pörgés, nem igazán figyelek az élet színvonalára a titánomnak. Viszont, ha például arra vágytok, hogy egy igazán mozgékony, támadó beállítottságú titán legyen, ez jó lesz, igazán támadó beállítású titánotok legyen, akkor nagyon javaslom a Stridert, az egyik legmozgékonyabb titán, mégpedig a gépfegyverrel, tehát az alapgépfegyverrel, és berakjátok neki azt, hogy gyorsabban töltődjön fel a speckó képessége, ami ebben az esetben a DSV és a kicsúszás lenne, és gyakorlatilag mire csináltok két kicsúszást, a harmadik már töltve van, és olyan mozgékonyságot értek el a pályán, és a poén, hogy effektív legyen, hogy erős legyél más titánok ellen is a Striderrel, mivel ugye az a legsebezhetőbb titán, a poén az egészbe, hogyha berakjátok neki, nem a gépfegyvert, akkor már a rakétabetőt, mert azzal gyalogsággal öndurván ki tudsz szedni, és ugye egy bizonyos közepes távolságra neki támadsz a titának, egy becsúszás, ki a rakétákat, rá a speckó rakétákat, félrecsúszol kétszer, és mire észbe kap az ellenfél, már kétszer mögé kerülsz, és esélyük nincs szintet, szóval a Strider az egy tipikusan offenzív, mozgékonyabb titán. Az az én kedvenc titán, hogy a tipikusan közelharcra odamész, felpofozod, agyonrakétázod, felrobbantod kategória, és ugye ott az ogre, amivel megvan az a kényelmes érzés, mész, hát csak lövök, úgy se árt nekem senki, úgyhogy nagyjából ennyi lett volna. Kíváncsi, hogy ti milyen titánt raktok össze magatoknak? Mi a kedvenc titánom? Melyik az, ami veszélyesen állítanak? Írjátok le nekem a kedvenc titán összeállításatokat, hogy kipróbálhassam, hogy lássam, hogy ki milyen módozatokban szeret játszani. Nekem például még az egyik kedvencem az a bizonyos elektronikus fegyver, hogy így plazmagán egyet lő és 60-an meghalnak a környéken, ha jól sikerül eltalálni azt a bizonyos célt, de nehéz vele játszani, annyira nem kedvelem, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy kinek mi a kedvenc fegyvere, írjátok le azt a bizonyos kedvenc titánt, úgyhogy hajrá, hagyjatok ott, és így nagyjából el is indult az a különböző meglátások ezzel a Titanfall-al kapcsolatban, most, hogy már egy ideje játszom, és jönnek a különböző tapasztalati dolgok, addig nem is igazán szeretek nyilatkozni dolgokra, míg úgy bele nem látom, ásom magamat dolgokkal. És ugye amint olyan a játék változni fog, folyamatosan alakulnak ki az új szokások, az új lépések, az új taktikai elgondolások a pilótáknál, így aztán így változik egy játék is, úgyhogy az elején mindenképp benne lenni egy új játékban megvan a maga tréningje, hogy kiismerd az összes technikát, ami a későbbiekben előfordul, és ezáltal összekeverd az összeset, amikor már kialakul egy jó kis tapasztalat a játékkal kapcsolatban. Itt némileg esélytelen voltam már azért, ugye 5 vagy 4 titán, 4 titán vs 1, úgyhogy nagyon, hát hogy úgy mondjam, de mégis oda mentem bele, vetettem magam a harcba még akkor is, hogyha esélytelennek indultam, két ogréval szemben azért nincs móka, tehát az a csata el van veszve, tehát nem gondolkodunk rajta. Viszont itt azért jön az egyik, ugye küzdj az életedért, mert akkor leszel igazán sikeres Titanfallban, ha mindent megteszel azért, hogy lelőd azt a bizonyos ellenfél pilotáját, úgyhogy hagyom is, hogy kielvezzétek ezt a bizonyos következő jelenetet. Sziasztok, Necroclean voltam.
rock and rollin'.